Köszöntöm Önöket! Itt a fehérvári beszélgetésekben folyamatosan igyekszünk érdekes embereket, vagy ismert embereket közelebb hozni Önöknek, bemutatni Önöknek. A stúdiónk vendége egy olyan személy lesz, akinek a nevét már bizonyára olvashatták, akár a Híradóban, a stáblistán, akár különböző magazin műsorokban, sőt még filmek stáblistáján is, hiszen számos dologgal foglalkozik, az utómunkához kötődik mindez, vagy ahogy mi itt nevezzük egymás között a Fehérvár Televízióban, a vágáson múlik minden. Stúdiónk vendége Szent Miklósi Dávid, a Fehérvár Televízió vágó munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen. Amikor itt készültünk, akkor egyrészt mondtad, hogy ez egy szürreális beszélgetés lesz, a másik dolog az az volt, hogy hát annyira nem izgulsz, mert majd úgyis biztos el tudunk beszélgetni, és így azon gondolkoztam, hogy hogyan is kezdeném. Szerintem ez egy érdekes információ lesz, hogy én nem találkoztam még olyan emberrel, aki a megbeszélt időpontról mindig pontosan 8 perccel késik. Na te ez vagy. Teljesen mindegy, hogy 8 órára kell bejönni, vagy 10-re, vagy 11-re, az tuti biztos, hogy 8 perccel később érkezel már meg. Ezt hogy sikerült így kiszámolni? Nem tudom, próbáltam ezt a szokásomat elhagyni az évek alatt, de sehogy nem, sem sikerült. Igazából mindig akkor érkezek be, amikor beérkezek, se nem előbb, se nem utána, és ezt tartom. Annak idején, amikor mondjuk ezt a szakmát választottad, akkor mi hozott erre a területre? Miért éppen a videóvágással kezdtél el foglalkozni? Illetve hát a zárójel adás lebonyolítással is, de itt nálunk most a videóváglással foglalkozol. Igazából hát mindig is érdekelt. Hát legjobban a gyerekkoromban a Família Kft. Című műsort szeretem nézni, és egyszer láttam egy magazin műsorban egy verkfilmet erről, hogy hogyan készül, és akkor láttam, hogy tulajdonképpen az a lakás, az a ház, amit ott látunk, az annál kicsit több, ugyanis ott van a stáb, a világosítók, az operatőr, a rendező, és ez mindig így ilyen parázsolt engem, hogy ezt a tévénéző nem az, hogy nem sejti, hanem nem gondol bele igazából, hogy amit lát, az nem teljesen a valóság. És nagyon izgatott mindig is a stáb munka, illetve utómunkák. Aztán egyszer általános iskolám végeztével volt ez a Szünidődő című ilyen kiadvány, amiben gyerekeknek ajánlottak nyári elfoglaltságokat, és akkor ebben volt egy televíziós stúdiónak is a címe, illetve látogatási időpontja, hogy ki lehet próbálni kamerákat, meg lehet nézni a vágást is. És akkor öcsémmel akkor el is mentem oda, ez olyan 14-15 éves koromban lehetett, és akkor láttam először digitális vágó munkaállomást is, és akkor az nekem annyira megtetszett, hogy elhatároztam, hogy én majd egyszer ezzel is szeretnék foglalkozni. Természetesen az informatikai munkák mellett, ugyanis időközben a végzettségemet számítástechnikai programozóként szereztem meg, és így akkor mindig is tudtam ötvözni a digitális utómunkát és egyéb informatikai tevékenységeket is. És időközben az úriember, akit láttam vágás közben, és egyébként ott a gyerekcsoportban azt vettem észre, hogy még egy-két gyerekot kérdezgetett, de nem igazán érdekelték őket ezek a technikai dolgok, és én voltam az, aki mindig zaklatta őt a kérdéseivel, és azt, hogy csinálják, és ezt, hogy csinálják, és azt, hogy van, hogy a bemondó a zöld háttér előtt ül, de mégsem azt látjuk, úgyhogy nem győzte ott nekem putogatni, és évekkel később akkor munkatársa lehettem neki, és akkor, ha esetleg valamire szükségem volt, akkor már én mentem oda, figyelj, ezt küld már, te létsz, és ilyes már azzal. Úgyhogy ez egészen meglepő volt számomra is, hogy végül azt elértem, amivel foglalkozni szerettem volna mindig is. Hol töltötted ezt a gyermekkort, illetve hol volt ez a munkaállomás? Budapesten születtem és éltem 24 évig, de az utolsó 4 évben
a 14. kerületi Zugló TV-be szereztem meg a szakmai tapasztalataimat. Ott már vágóként, operatőrként és adás lebonyolítóként is dolgoztam, de aztán a sors ide hozott engem Fehérvárra. Mennyiben más Fehérvár, mint mondjuk Budapest, vagy akár Zugló? Hát lényegesen másabb, ugye, mivel itt azért a televízió hatásköre a város határain is jelentősen túlnyúlik, úgyhogy, és mindig vannak történések. Úgyhogy az utolsó pillanatokban is bármi közben jöhet, borítja az adás fenetet. Ott lényegében, hogy kis kerületi televízió lévén, azért jobban tervezhetők voltak ezek a dolgok, és nem hírműsorok voltak, hanem magazin műsorok, és mindig egy heti adásokban gondolkodtunk. És így akkor egy hetünk volt mindennek az elkészítésére. Amikor ide jöttem, akkor igazából az volt a furcsa számomra, hogy a tempó, hogy minden este 7-kor híradó van, tehát addig elkészülni az aktuális magazinoknak is, és az egész és az egyéb műsorbejátszóknak is. Ez picit furcsa volt számomra, és kellett idő, amíg ezt erre így átálltam, hogy nincsen idő, hamarabb kell átgondolni a dolgokat, és nem 5-10 perces hosszokba kell gondolkodni egy-egy bejátszó kapcsán, hanem másfél-két perces standard híradóanyagokban kell gondolni, és a vágóképeket már a vágáskor eltervezni így a fejemben, hogy melyik képet fogok indítani, melyik képet fogok kezdeni, illetve ez nagyban befolyásolja, ha esetleg úgymond atmótöréseket teszünk be az anyagokba, helyszínek közötti átvezetésként, akkor azért az megváltoztatja a sorrendet. És élettérként? Élettérként én nekem ez nagyon nagy változás volt. De tulajdonképpen pár nap, hét alatt ment le nekem ez a változás. Akkoriban találtam meg a mostani páromat, de új lakhelyem, új munkahely, új munkatársak, tehát ez így az én hirtelen nagyon nagy, fenegestő felfordította az életemet, és az én picit időket, amíg ez átálltam tudatban is. Élhető városnak tartott Székesfehérvárt, vagy szeretsz itt élni? Otthonod lett? Igen, mindenképpen. Én Pestet annyira soha nem szerettem igazán, mert nekem hát ott születtem, de nekem ez mindig is nagy zsúfolt volt, tehát tömegközlekedési eszköz nélkül körülbelül lehetetlenség időben eljutni bárhova, itt meg 5 perc alatt eljutok oda, ahova szeretnék, illetve 15 perc alatt a munkahelyemre, hogyha időben elindulnék, akkor még időben is érni. Majd ezt csekkolni fogjuk, hogy mi van, hogyha időben elindulsz. Aztán amikor még a mai kis beszélgetésre egyeztettünk, akkor arra kértelek, és ezzel adtam is feltelen egy kis leckét, hogy hozzál magaddal számodra fontos dolgokat. Nos, mikkel érkeztél? Igen, hát gondba voltam igazából. Rögtön az első, amire gondoltam, az az evőeszközkészletem volt, az ellenkedhetetlen a munkám folyamán, de ezt most szépen fent felejtettem, úgyhogy ezt most nem hoztam el, de ugyanakkor említetted tanácsként a nyakkendőket, pont van is nálam kettő, aminek hát nem nagy története van. Az egyik, ez a fekete színű, ez még az érettségi öltönyömhöz volt ez a nyakkendő, akkor egyszer megkötötték, és utána soha többet nem kellett hordanom, egészen körülbelül 4-5 évvel ezelőttig, amikor is bemutatták Burján Zsigmond Fehéredő múlt című dokumentumfilmjét, és akkor kellett a bemutató előtt beszélnem, egy beszélgetést felvenni, és hát valahogy szépen is fel kell öltözem, ugyanis akkor már vagy 5 éve nem öltöztem fel rendesen, hanem több. És hát YouTube-ról kellett megtanulnom nyakkendőt kötni. Egy jó informatikus nyilván a YouTube-ról tanulja meg a nyakkendőkötés rejtelmeit. Pontosan, de ez is érdekes voltam, mert
találtam én videót, amin egészen igényesen elmagyarázták a nyakkendőkötésnek a folyamatát, milyen mozdulat, melyiket követi, de ez valahogy nem ment. Akárnyiszor megnéztem, nem ment. Találtam másik videót, a Pisi bácsi nyakkendőt köt címen, azt hiszem ez volt, és ott egy öreg bácsike magyarázta azt, hogy hát ezt a izét átdugjuk ebbe a izébe, ezen a lukorna is kész. Ah, mondom, hát ez... Ezt neked már is az én nyelvemen szólt hozzám, és valahogy egyből ment. Aztán utána eltelt egy év, a film második részét is bemutattuk, és akkor újra meg kellett tanulnom nyakkendőt kötni, ugyanis Haufe Andor gyártás vezetőnő szólt, hogy ennél az én vidámabb színű nyakkendőt vegyek fel egy közelbe, úgyhogy vettem egy kéket, aminél szintén a bemutató napján meg kellett tanulnom újra nyakkendőt kötni. És szintén rákeresztem a Misi bácsi nyakkendőt köt című videóra. Igen, úgyhogy nagyon sokat tartozom már Misi bácsinak. Itt most többször is említetted, mindjárt tovább megyünk a tárgyakkal, csak itt ugye most felülírtad az én fejemben eltervezett beszélgetési vonalat, mert ezután a tárgyak után jött volna Zsigának a filmje, hiszen Burján Zsigmond operatőr kollégánknak a filmjeit ismerik itt Székesfehérváron, mindegyik részét folyamatosan látják, nagy sikerrel szeretik az emberek, és hát ugye ott te is táptag voltál, hiszen az utómunka az megint csak hozzád köthető, ugyanúgy, mint a most készülő alkotásnál is. Ez mennyiben más feladat, mint mondjuk a napi tempó? Hát igazából sokkal másabb, mert hát több idő volt erre adva, sokkal több forgatott nyersanyagból kellett dolgozni, így a rendezőnek is sokkal több feladata volt, hogy otthon kiszkriptelje, kijegyzetelje az egyes vágóképeket, hogy a beszélgetések mely részére akarja azt rárakatni. De amikor az első filmet csináltuk, akkor még igazából nem ismertük egymást. Nem ismertük egymás stílusát, tempóját. Hát a legelső találkozásunk az, hát még a Jókai utca épület dolgoztunk akkor, és így elég el voltunk szaparálva az operatőröktől, és nem ismertem őt. A legelső karácsonyi ünnepségünkön ismertem meg, amikor is őt húztam ki a kalapból, és hát nem tudtam, hogy mit vegyek neki. Vettem egy üveg bort, mondom, annak biztosan örülhet. És amikor rám került a sor, hogy átadjam az ajándékomat, akkor ott a stáb többi tagja előtt kimentem, megmondtam, hogy kit húztam, és valahogy reflexbe azt mondtam, hogy Zsiga, boldog születésnapot. És így akkor nevetés volt persze, de mondtam, ilyenkor ugye nem az ő születésnapját ünnepeljük, hanem másét. Úgyhogy hát ez volt az első találkozásunk, és akkor még nem gondoltam volna, hogy később majd hát évekre így összekötjük az életünket egy-egy film kapcsán. Az első film vágása kicsit számomra nehézkesebben ment, pont azért, mert hogy még nem igazán ismertük egymást, meg akkor még ugye a rutinunk sem volt meg ebben, hogy hogyan is kell egy egész hosszú dokumentumfilmet megszerkeszteni, megvágni. Aztán a második rész az már gördülékenyebben ment, a harmadik az már sokkal nagy volumenű alkotás volt, mert hosszabb volt, sokkal több történeti egységből állt, mint az első kettő. Ugye az első rész az a kereszténységtől a török behódoltságig, a második rész az a kereszténység utáni időszakot dolgozza fel a szabadságharcig. A harmadik az meg már egészen az 1848-as szabadságharctól napjainkig, tehát elég sok történelmi egységet kell feldolgoznia neki, és több ideig is tartott a vágás, igaz, jóval hosszabb is lett, kétszer annyi, mint az előző két rész. Szuper, akkor most egy kicsit visszatérünk a tárgyakhoz. A nyakkendőkön túl vagyunk, de érkezett még ide, azt hiszem, hogy a kedvenc filmünk zenéje is. Igen, és a kedvenc filmünk másik két változatban is. Hát én nekem édesapám anno a BKV-nál dolgozott. Petroállomásokon volt állomás felügyelő is. És gyerekkoromban adott egy pár szó lehetőség arra, hogy egy-egy kollégájával beülhessünk a metró vezetőállásába, és onnan menjünk végig a teljesen
vonalon, úgyhogy ez engem nagyon elvarásolt mindig is, hogy ott nagy hangzavar van, és ott olyan fél homály van bent a kabinban, és mindenféle villogó lámpa ott világít, és az alagútban pedig lehet látni azokat a dolgokat, amit egy átlagutas nem láthat, ugye, meg a különböző bekötő alagutakat. És akkor innen alakult ki nekem ez a metrománia, mindig gyűjtöttem a metrós képeket, mindent próbáltam megtudni róla, még én kicsit oroszul is elkezdtem tanulni, hogy el tudjam olvasni a oldalán lévő táblácskának a cirén feliratát. Ennyi volt az oka, semmi más, de azért már egész sok dolgot megtanultam így. És nagyon szerettem azt a Control című filmet, ami éppen akkor kezdték el vetíteni moziba, amikor én szakközépiskolába kezdtem el járni, és moziba akárhányszor vetítették, mindig elmentem megnézni, mert nem tudtam betelni vele. És nem csak a téma miatt, hanem a képi vágás. Elég egyedi képi világa volt annak a filmnek, azért ezt szerintem igen. Ez egy ilyen az akkor tejt lévő magyar moziknak egy ilyen klasszikusa, meg egy úttörő darab lett, nem fogalmazhatunk. Igen. Kicsit olyan klipszerű is lett néhol, de hát ez a rendezőnek ugye a klipes múltjából is adódik, de a többi filmjét is nagyon szerettem. A Kontrollban meg még ezek az atmoszféra zenék nyűgöztek le a Neonnak a, nem tudom, hogy magyarul hogyan lehetne ezt meg fogom, azért ezek a hangulat zenék, ez az Ambition. Budapest Underground. Igen. És ez szerintem tökéletesen leírja, talán. Úgyhogy meg is vettem a boltban anno eredetibe a film zené albumot, és akkor még egy ilyen ekkora diszkmennel jártam a zsebembe, és iskolában hallgattam mindig, tehát ez nagyon meghatározta az életemet akkor. Ugyanakkor a díszdobozos kiadását is a filmnek, és van egy nagyon féltvevőzött kincsem, ez egy olyan változat a filmnek, amit még akkor kaptam születésnapomra egy-két barátomtól, amikor még a film még ment a mozikban, és hát vették a piacon, mondták. És akkor belenéztem, és kiderült, hogy ez egy tulajdonképpen még egy munkakópia a filmből, ahol a különböző időkódok a képtetén aján még pörögnek, nincsen... Timecode még rajta van. Timecode még rajta van, nincsen alatt a Neónak a zenéje, vagy talán meg sem komponálták még. Néhol az utószinkron is, meg a zörélyek is hiányoznak, úgyhogy ez ilyen teljesen meglepetés volt számomra, hogy ezt hogyan szerezhették meg. De hát a film az azt hiszem 2003-as, azóta már 13 év eltelt, úgyhogy már biztosan elévült, úgyhogy azért merem megfutatni. De hogy ez hogyan kerülhetett ki az internetre, annó is árulták a piacon, az rejtély számomra. De ez nem sok embernek lehet meg, szerintem. Igen, és ez biztos, hogy tényleg titokban tartottad, és jól rejtegetted, mert a Kontrollról a nézőknek azt azért elmesélem, hogy rengeteget beszélgetünk Dáviddal, mert nagy közös kedvencünk, és ezt még sosem mesélte el, ezt a történetet. Úgyhogy ezt most erre az alkalomra tartogattam. És hát gondban voltam még a tárgyakkal kapcsolatban, hogy mondtad, hogy ami fontos számomra, hát a barátnőmet szerettem volna elhozni, bár ő nem tárgy, de nagyon fontos számomra, de hát őt most nem engedték el a munkahelyéről. Éppen ezért a legkézenfekvőbb dolog, ami eszemben jutott aztán erről, hogy a gyűröm az mindig itt van nálam, és ez hát most az életemben a legfontosabb, ugyanis jövő májusban lesz az esküvünk, amikor is egy életre összekötjük az életünket. Úgyhogy ennél fontosabb tárgy szerintem nem hiszem, hogy van. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép befejező végszó volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi érdekességet megosztottál velünk az életedről, és így itt voltál. Nagyon szívesen. Nézőinek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk majd önöket, és folyamatosan bevezetjük majd a kulisszák mögé, hiszen számos kollégát bemutatunk, akik a kvázi színfalak mögött dolgoznak, és háttérmunkát végeznek, és nem láthatják, ismerhetik az arcukat, de most itt a Fehérvár Televízión keresztül ez is megtörténik. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!